2019-ben 2010-hez képest duplájára növeljük a családok támogatására fordított összeget, ez tehát meghaladja már a 2000 milliárd forintot a 2019. évi költségvetésben. Ismét emelkedik a családi adókedvezmény a két gyermekesek számára, tehát 2015-höz képest kétszer akkora összeget tudnak már hazavinni minden hónapban, vagy megtakarítani minden hónapban. Ez havi szinten 40 ezer forintot jelent csak a két gyermekes családi adókedvezménynek a formájában. 2019-ben az otthonteremtési programunk is folytatódik, sőt minden eddiginél több támogatást tudunk adni az otthonteremtési programra is. Ne felejtsük el, hogy decembertől már a két gyermekeseknek is hozzáférhető a CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel 10 millió forint értékben, a nagycsaládosoknak a hitelét pedig felemeltük 10 millió forintról 15 millió forintra. Ez jövő évben is folytatódik, tehát a CSOK, az otthonteremtési programunk a 2019-es évben is folytatódni fog, sőt mondhatom azt is, hogy ameddig polgári kormánya lesz ennek az országnak, addig számíthatnak a családok nem csak családtámogatásokra általában, de otthonteremtési programra is mindenképpen.